Sziasztok! Kata vagyok, és ebben a mai videóban egy ételt fogok elkészíteni. Ilyen ázsiai jellegű oldalast. Azért ázsiai jellegű, mert ilyen, olyan fűszerek kellnek hozzá, ami az ázsiai ételekhez, de nem mindet tudtam beszerezni. Nem mindet tudtam beszerezni, remélem, hogyha megcsináljátok, és akkor ti be tudjátok. De anélkül is finom volt, aminélkül. Majd mindjárt. Szóval, anélkül is finom volt, hogy így hiányzott belőle pár fűszer, szósz. Szóval, persze attól akkor még más a bíze lenne, tehát ez... Nem tudtam mindent beszerezni, na mindegy. Na nézzétek meg, hogy hogy csináltam, hogy készítettem, és hogyha szeretnétek, próbáljátok ki ti is. Az oldalasokat megfőztem vízbe, sima vízbe. Nem is raktam bele még sót se. Sima vízbe. És megfőttek az oldalasok. Hát kicsit rágósak még, de majd főnek még, mert még mutatom, hogy mit kell vele csinálni. Rakunk bele ilyen hagymát. Mi ez? Póré? Nem. Zöld hagymát. Pár karika gyömbért, de az nekünk nincs itthon, ezért csak ilyen szárított van. Ezért abból rakok bele egy keveset. Lázzat, fiam. Fú, elég már. Én nem szeretem, nagyon nem szeretem a gyömbérnek az ízét, ezért elég lesz annyi bele. Chili szószt ír hozzá, de az nekünk nincs itthon, ezért... Nem! Ezért chilis szója szószt rakok hozzá. És sima szója szószt is, mindjárt beletesszük. Sima szója szósz, ebből kettő kannát rakok bele. Kell bele sör, valami, hát jobb lenne kis üveges, de az nem volt a pennybe, csak aranyászok, és ez nem ismerjük ezt a, várjál fiam, ezt a márkát, de ennek a felét kell. Várjál, a felét csak fiam, jó, hogy sistereg. Okay. És rakni kell bele víz. Hát kicsit sok lett. Már nem kell, hogy ellepje. Na mindegy. Jó van már. És ebbe kéne még hal szósz, de olyat nem tudom, hogy hol árulnak. Meg csillagán is. Aját se tudom, hogy hol árulnak. Mert hiába néztük, a boltban nem volt. Akkor meg még mi kell bele, fiam? Meg még kell bele... Egy puszítán, igen. Szezámolaj kell még bele, de olyat sem tudom, hogy hol árulnak. Meg avokádó vagy chili szósz. Hát nekünk itthon, azt tudom, hogy árulnak-e egyáltalán itt Magyarországon avokádó szószt, de mindegy, én nem tudom. Chili szószt meg nem rakok bele, meg amúgy sincs, meg nem is kell, mert nem szeretjük az erőset, valamint csak a párom szereti. Na de akkor ezt hagyjuk főni. Továbbra is. És igen. Szóval nem lesz olyan igazi, mert pár hozzávaló kell hozzá. De én múltkor, amikor csináltam, raktam bele barbecue szószt, meg paradicsom szószt, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy most rakjak-e bele. Majd, mindegy, majd így
felfor, azt majd megkóstolom, hogy milyen ez íze. Meg én szerintem rakok bele egy kis sót, meg borsot is. Én ennyi sót rakok bele. Mert szerintem a szójaszósz nem annyira sós, hogy beízesítse. Meg rakok bele mindjárt egy kis borsot is. Rakok bele egy kis... Hopp! Már nagyon sok lett. Kis borsot! Jövő most róla a borsot. Jó. Ez felfő. Jó lesz ez. Ilyen rizst használunk. Ez a kínai rizs. Ilyet főzök hozzá. Ezt a apósom szokta venni a Józsefvárosba. Alakulgat itt a kis szépségünk. Még nem olyan jó, mert nem szaftos, hanem híg. Most kóstoltam meg. Ti ne rakjatok bele sót. Ez kegyetlen sós lett. Na, jól szerelmes vagyok. Úgy látszik. Nagyon túlságosan is, mert jó elsóztam. Na mindegy, azt a sót már nem kellett volna beletenni. Most mit csináljak? Rakok bele egy kis sűrített paradicsomot, az segít rajta. Mindjárt megnézzük. Rakok bele ennyi sűrített paradicsomot, de csak azért, hogy hát, ha kiveszi ezt a sóságot belőle, mert nagyon sós lett, basszus. Ugye összekeverem, és utána megkóstolom megint. Na, így néz ki, alakul. A paradicsom adott neki egy kis színt. Kétszer annyit raktam bele paradicsomot, amennyit mutattam, és most megkóstolom. Így néz ki kész állapotban. Itt van a... Milyennek a neve? Ilyen ázsiai jellegű oldalas. Azért ázsiai jellegű, mert olyan fűszerek vannak, mint az ázsiai ételekben, de mégis másabb. Mert nem tudom most ez igazából, hogy honnan számozik ez az étel. De csináltam hozzá rizst, meg lelocsoltam szafttal egy kicsivel. Itt egy kicsit, meg egy nagy oldalas. Na itt van. Készen van, megkóstolom. Nagyon finom lett szerintem. Próbáljátok ki ti is nyugodtan. Mi ezt nagyon szeretjük, ezt a Facebookon találtuk ezt a receptet, vagyis hát a párom találta a Facebookon. Nagyon finom. Neked ízlik? Szóval próbáljátok ki ti is, hogyha szeretnétek. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha szeretnél. Ha tetszenek a videóim, köszönöm, hogyha megnézted. És sziasztok!